Nagyon sok szeretettel köszöntöm a világ minden tájáról a magyarságot. Különös szeretettel köszöntöm azon hívő lelkész testvéreket, akik itt vannak. Velünk együtt imádkozhatunk ébredésért, megtérésekért, és hasonló szeretettel köszöntöm mindazon testvéreimet, akik átadott életükkel, a hétköznap csendes hősei, Krisztus katonái. Köszönteni szeretném mindazon testvéreinket is, akik még keresik az Urat. Jó helyen vagytok. Jó helyen vagytok, Isten hozott benneteket. A februári evangelizációt követően a ima közösségben összesereglett ima harcosok azt kérték, hogy hadd maradjanak egyben, és ezért megbeszéltük azt, hogy szombat délutánonként minden héten összejövünk, és erre az alkalomra, erre a lehetőségre is szeretettel hívunk, és várjuk a kedves testvéreket, lehet csatlakozni. Minden hónapnak van egy témája, ebben a hónapban, illetve a májusi hónapban is az ima közösség, az imádságról fog beszélni. Soron következő evangelizációt is szeretném hirdetni a virtuális gyülekezetünknek, mégpedig a májusi hónapban Vég Tamás bácsi fog közénk jönni, és ő fog tartani egy 4 napos evangelizációt köztünk a nagy szabadítás szóval. Május 17-től 20-áig, hétfőtől csütörtökig esténként, ugyanígy, ugyanebben az időben. Azt megelőző 3 napra akkor is hívjuk és kérjük a kedves testvéreket, hogy jöjjenek az ima közösségbe, hogy imádkozzunk az alkalomért, az alkalmakért. Összegyűltünk a világ minden tájáról. A Szentlélek Úristen összehozott bennünket. Összehozott, hogy Jézus megjelenjen közöttünk. Tibériás tenger, vagy Balaton, New York, vagy Hátszeg, Észak-Írország, vagy Argentina, az Úr összegyűjt bennünket. Ezt mondja Jeremiásban, összegyűjtöm nyájam maradékát minden országból. Jeremiás 23:3. Lehet, hogy egy misztérium tremendumként, egy szent megrettenésként reszket a térdünk, lehet, hogy reszket a térdünk bűneink súlya alatt, vagy lehet, hogy reszket a térdünk az Úristen közelsége miatt. Lehet, hogy inognak az oszlopok, az életed oszlopai, lehet, hogy csak még meg kell újítani ezt az oszlopot, de most itt jó helyen vagy, Isten hozott. Jó helyen vagy, mert az Úr szólít, és beszéde van hozzád. Beszéde volt tegnap, beszéde volt tegnap előtt. Mikor nagyon támadás alatt voltunk, azért szól, hogy helyedre kerülj. Azért szól, hogy ne inogjanak azok az oszlopok, mert ha nem inognak azok az oszlopok, mert ha a helyeden vagy, akkor ma megtudhatjuk, milyen személyi igazolványt, aki kértik, mondhatnám úgy is, milyen bulletint akar adni az Úr Krisztus az Isten országába. Megkülönböztetett szeretettel köszöntöm Bódis Miklós lelkipásztor urat, Isten különleges szolgáját, aki evangelizációs sorozatunk első és második napján is hozta az élő igét, a felrázó igét a Szentlélek által. Köszönjük az ő fáradhatatlan szolgálatát, az evangélium szolgálatában. Köszönjük, hogy vele együtt összegyűlhetünk, és életével, hiteles bizonyságtételével vezet bennünket Krisztushoz. Most hát, testvéreim, gyertek, menjünk fel a hegyre, arra a bizonyos szent hegyre. Énekeljük a 65. Zsoltár verseit, ürítsük meg közbe szívünket, gondolatainkat, fókuszáljunk és készüljünk az igére. A Sionnak hegyén, Úristen, tied a dicséret.
Köszönjük szépen az együtt éneklést, és most pedig átadom a szót Bódis Miklós, református lelkipásztor testvéremnek, lelkipásztor úrnak. Isten gazdag áldását kívánom az ő szolgálatára. Szentlélek Isten, jöjj szívünkbe, igen, óhajtunk. Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le ránk. A hallgatóságra is hasonlóan kívánom Isten gazdag áldását, hogy a hallottak ne halottak legyenek. Bódis Miklós következik. Köszönjük szépen! Jézus Krisztus mondja nékünk, bétőtt az idő, és egészen közel van már az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Amen. Drága testvérek, ma este az evangelizáció sorozat utolsó alkalmán az élő Istennek az igéje hozzánk a Biblia utolsó könyvéből, a Jelenések könyve 3. fejezetének 7-től 13-ig terjedő verseiből szól hozzánk. Innen olvasom fel Istennek igéjét, a Jelenések könyve 3. fejezetének 7-től 13-ig terjedő verseit, amely után elcsendesedünk és imádkozni fogunk együtt. Hallgassuk az igét. A filadelfiai gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja a Szent, az igaz, akinél van a Dávid kulcsa, és amit kinyit, senki nem zárja be, és amit bezár, senki nem nyitja ki. Tudok cselekedeteidről. Ime nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be. Mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Ime neked adok némelyeket a sátán zsinagógájából, azokból, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem hazudnak. Ime megteszem velük, hogy eljöjjenek, és leboruljanak a te lábad előtt, és megtudják, hogy én szeretlek téged. Mivel megtartottad az álhatatosságról szóló igémet, én is megtartalak téged a kísértés órájában, amely el fog jönni az egész világra, hogy megkísértse azokat, akik a földön laknak. Eljövök hamar. Tartsd meg, amit van, hogy senki el ne vegye a te koronádat. Aki győz, azt oszloppá teszem az én Istenem templomába, és onnan nem kerül ki többé, felírom rá az én Istenem nevét, és az én Istenem városának, az új Jeruzsálemnek a nevét, amely az égből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Testvérek, meg szeretném ismételni a 10., illetve a 12. verseket. Mivel megtartottad az álhatatosságról szóló igémet, én is megtartalak téged a kísértés órájában, amely el fog jönni az egész világra, hogy megkísértse azokat, akik a földön laknak. Aki győz, azt oszloppá teszem az én Istenem templomában,
és onnan nem kerül ki többé, felírom rá az én Istenem nevét, és az én Istenem városának, az új Jeruzsálemnek a nevét, és az én új nevemet. Amen. Drága testvérek, csendesedjünk el, imádkozzunk, és megkérek két olyan testvéremet, akik nagyon meg fognak lepődni. Kis Ákos, Magyar Lapádról, 20 éves fiatalember, a februári Észak-Írországi Magyar Keresztjének evangelizációján tért meg, és adta át az életét második este az Úr Jézus Krisztusnak, és utána pedig letette az ő életét Krisztusnak a kezébe. Tehát csendesedjünk el akkor, és Kis Ákos Magyar Lapádról és Vince Henrietta Fótról imádkozik, vezeti az imádságot. Arra kérlek titeket, hogy kérjetek áldást ma este Istentől, áldjátok, dicsőítsétek, magasztaljátok az ő nevét, az ő drága áldozatát fent a Golgotán, hívjátok őt segítségül ma este, hogy sok ember, aki hallja az igét, térjen meg, adja át az életét Istennek, és imádkozzatok én érettem is, hogy elvégezhessem az ige hirdetés szolgálatát úgy, ahogy Isten rám bízta, és áthatassam az ő üzenetét mindegyiketek számára. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Hálával tele szíveinket visszük eléd, Uram, és megköszönjük, hogy ma is összegyűjtöttél igét hallgatására. Segíts abban, hogy füleinket megnyithassuk, és megértsük szavadat, hogy amit te üzensz, Bódis Miklóson keresztül lelkünkbe tudjuk zárni. Áld meg a mai estét és az ő szolgálatát. Áld meg mindannyiunkat, mert azért vagyunk itt, hogy utaidat keressük, és tudjuk azt, hogy a hozzád vezető út egyedül Jézus Krisztus, aki megszabadít minket a sátán minden hatalmától, és szent vére által örök életet nyerünk a te ingyen való kegyelmedből. Köszönjük, hogy hallhatjuk a te szavadat, és azért vagyunk most itt, mert szomjasak vagyunk, és éhesek a te ígédre. Kérlek, munkálkodj életünkben, kérlek, formálj át minket, mert megvalljuk, hogy szükségünk van rád. Most csendesíts el minket, és lelkünket készítsd arra, hogy ígédet befogadhassuk. Az Úr Jézusért kérlek. Amen. Amen. Drága Uram, mennyei édesatyám, dicsőítelek, hogy ismerhetlek. Te, ha kell bátorítasz, ha kell megvigasztalsz a te ígéd által. És azt is köszönöm, hogy te találkozni akarsz velem nap, mint nap. Köszönöm a próbatételt, hisz ezáltal formálsz gondolkodásunkban, cselekedeteinkben. Engemet és a családtagokat egyaránt. Olyan jó, hogy minden nap találkozhatunk veled. Benned megbízhatunk, mert te harcolsz értünk. Te gyógyítasz, megszabadítasz, és mindent újjáteszel. Köszönöm Miklós szolgálatát, és imádkozok érte és családjáért. És azokért, akik még nem fordultak feléd, Uram, hogy minél több szívhez eljusson, és hogy minél több ember újjászülethessen. Te tarts távol az ellenséget, hogy rá tudjunk figyelni, Uram. Áld meg ezt az estét, legyen velünk a te békességed, áldásod és szereteted. Dicsőség neked, Istenem, fiadért, Krisztusért. Amen. Amen. Egy testvérünk becsatlakozott, ő is imádkozni akart volna. Köszönjük Tasi Lászlónak, hogy imádkozni akart. László testvérem, a záró alkalom, ha befejeztem az evangelizációt, akkor felírlak, és akkor megkérlek, hogy te imádkozz a végén. Készülj el, légy szíves. Jó, jó, köszönöm szépen. És akkor téged kérlek meg, hogy majd a végén helyettem, vagy mellettem, akkor helyet adunk neked arra, hogy az Úrhoz fordulj, és ami most beléd szorult, azt elmondhast neki. Örömmel és hálaadással. Amen. Amen.
Drága testvérek, szeretettel köszöntelek titeket, ami Urunk, a názáreti Jézus Krisztus nevében az evangelizáció sorozat utolsó alkalmán. Övé legyen ma este is a dicsőség mindazért, amit eddig elvégzett, amit ma este elvégezni fog sokak életébe, és ezután is az evangelizáció közvetítése alkalmával. A ma esti evangelizációnak ezt a címet adtuk, hogy az Isten országának személyazonossági igazolványa. Látni fogjuk, hogy ennek a rövidítése így hangzik, hogy Philadelphia. Minden országnak, minden állampolgárnak van egy igazolványa, amely igazolja, hogy ő annak az országnak a tagja. Ezen az estén Isten igéje azt fogja mindegyiketektől megkérdezni, hogyha lejár ez az evangelizáció sorozat, tudjuk azt, hogy van-e nekünk polgárjogunk, van-e nekünk részünk az Isten országában, oda tartozunk-e az Isten országához. Isten ma arra akar rávilágítani az életünkben, hogy van-e nekünk személyazonossági igazolványunk, ami igazolja, hogy mi Isten országához tartozunk, és meg fogjuk látni, hogy mi ez a személyazonossági igazolvány, mi van rajta. Isten azt fogja, aval fog szembesíteni, és azt a kérdést intézi majd hozzánk ezen az evangelizáción, hogy te melyik egyházhoz tartozol. A te gyülekezetednek mi a neve? A Jelenések könyvében, amikor Isten a Pátmos szigetén János által 7 levelet küld ki 7 különböző gyülekezetnek, az a különös, hogy Istennek mindegyikre van egy kevés vagy több panasza, mindegyik gyülekezetre. De van egy gyülekezet, amelyre Isten semmi rosszat nem mond, legfeljebb azt, hogy kevés ereje van, kevés ereje maradt, de a kevés erő ellenére mégis megtartotta az Istennek az igéjét, és erőtlenségében ragaszkodott mindvégig az Istenhez. Szeretném nektek, drága testvérek, elmondani, hogy egész életemet meghatározta egy könyv, amely 16 évesen került a kezembe, 16 évesen olvastam el ezt a könyvet. Azóta sajnos elveszett ez a könyv. Ennek a könyvnek az volt a címe, hogy Korunk Philadelphiai gyülekezete és az elragadtatás. Korunk Philadelphiai gyülekezete és az elragadtatás. És ahogy ezt a könyvet 16 évesen, akkor megtéretlen szívvel, de azzal a vágyal, akkor döntöttem el azt az életemben, hogy református lelkész akarok lenni, és elkezdtem 3 éves készülődést, hogy bejussak a teológiára, a 43 felvételiző közül az akkor megengedett 2 helyre. Ez a könyv meghatározta egész látásomat, gondolkozásomat, mert ez a könyv arról a gyülekezetről beszélt, amely szinte láthatatlanul átvonult a történelmen, megmaradt szenvedő, üldözött egyháznak, amely elviselte az évszázadokon keresztül az egyházi és a világi üldöztetést, és várta és várja azt, amit a Biblia elragadtatásnak nevez, amikor Jézus eljön, és az ő mennyasszonyát magához viszi a levegő égbe.
Aztán a könyv elolvasása után Debrecenben egy fiatal srác feltette nekem, nekünk az Otthagyottak című filmet, amely az elragadtatásról szól, arról, hogy akik készen voltak a Krisztus visszajövetelekor, azok mentek vele, aztán jön az Antikrisztusnak az uralma, akik itt maradtak, kezdődik a nagy nyomorúság, a nem készen álló hívőknek a próbája, üldöztetése. Jézus azt mondja, hogy ez olyan lesz, amilyen nem volt a történelemben, és a nagy nyomorúságkor a hívők az életükkel, a vérükkel fizetnek az üdvösségért. És testvérek, ezután került a kezembe a Zarándok gyülekezet című könyv, amely bemutatja az Isten egyházát, az Isten élő gyülekezetét az apostoli kortól egészen a napjainkig, bemutatja az igazi, szenvedő, küzdő, meg nem alkuvó egyházat. És testvéreim, most lehet, hogy sokan felteszitek a kérdést, hogy miért, amiben én élek, az nem az igazi egyház? Drága testvéreim, amit most mondok, azt felekezettől függetlenül mondom. Amit most mondok, azt mondom a katolikusoknak, mondom a reformátusoknak, mondom testvérek az evangélikusoknak, a baptista testvéreknek, a szabadkeresztényeknek, a pünkösdieknek, testvérek az adventistáknak, a szombatosoknak, mindenkinek mondom. Az igazi egyház ismertető jeleit a mai egyház három pontban határozza meg. A mai történelmi egyházak azt mondják, zsinatok, hogy az igazi egyháznak három ismertető jele van itt a Földön. Az első ismertető jel az ige tiszta hirdetése. Az van, drága testvérek? Nem az van. Nagyon sok helyen, nagyon sok felekezetbe, nagyon sok gyülekezetbe nem az Isten tiszta igéjének, megmásíthatatlan, megcsorbíthatatlan igéjének a hirdetése folyik, ugyanis a katolikusban is, az evangélikusban is, a reformátusban is, most már sok helyen, a neoprotestáns szabad egyházakban is elhallgatják az Istennek az igazságát a megigazulásról, nem beszélnek szószékeken a megtérésről, az újjászületésről, hogy a megszentelődés útjáról és következményéről ne is beszéljünk. Ciki az egyházban erről beszélni ma, mert lehet, hogy ferdén fognak rám nézni az egyházi vezetők, morog és pattanásig feszült lesz a gyülekezet főgondnoka, kivörösödik az egyház fenntartást fizető kocsmáros és zenészeknek a gyülekezete az egyházban, ezért hát jobb nem beszélni róla. És testvéreim, ma, amikor az ige tiszta hirdetése lenne az egyháznak az egyik mérvadó azonossági jele, azt mondják, hogy jobb erről nem beszélni, mert megoszlást, szakadást idéz elő a gyülekezetben. A másik ismérve az igazi egyház
sákramentumoknak másik ismertető jele, az a sákramentumoknak a helyes kiszolgáltatása. Az van, testvérek? Nem az van. Miért? Azért, mert a mai egyház úrvacsorát ad mindenkinek, aki kiáll úrvacsorát venni. Legyen bár akár cégéres bűne, életvitele, hogy tudja az egész környék. A lényeg az, hogy mutasson egy kis megbánást, imitáljon egy kis bűnbánatot, egy kis megjobbulási szándékot, és veheti a sákramentumot. Aztán testvérek, az egyház ma már megkereszteli mindenkinek a gyermekét, akit épp befújt a szél a templomba, mondjuk úgy 8 év után, mert gyermekem született, és az a szokás, hogy meg kell keresztelni. Hogy a Heidelbergi KT, a református egyház hitvallása azt tanítja a gyermekkerességgel, a gyermekkerességet tárgyaló helyen, hogy miszerint meg kell keresztelni a kisgyermekeket, és a válasz az, hogy meg, és az egyik indok így hangzik, azért, hogy megkülönböztessük őket a hitetlenek gyermekeitől, ahogy ez az Ószövetségben is történt, a körülmetélkedés által. Drága testvérek, a keresztség sákramentumában nem az a gond, nem az a nagy gond, hogy gyerekkeresség vagy felnőtt keresztség, nem az a nagy gond, hogy bemerítkezés vagy meghintés a vízzel, hanem a nagy gond, testvérek, az, hogy hitetlenek gyermekeit kereszteljük meg. Mi módon különböztetjük meg a hitetlenek gyermekeitől, ha hitetlenek gyermekeit kereszteljük meg, és hitetleneknek ígérjük azt, amit Isten a megtért hívőknek ígért, mert az csak nekik jár. Nektek adatott az ígéret és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, akiket elhív az Isten. Akik megtérnek az Úrhoz. És drága testvérek, a harmadik, az egyház, az igazi egyház ismertető jelei közül, az az egyház fegyelem, ami ma már vagy egyáltalán nincs, vagy ha van, akkor hívőket ítélnek el, és zárnak ki a gyülekezetekből éppen a megtérésük miatt. Drága testvérek, szeretném elmondani az örömhírt. Az örömhír az, hogy van egy igazi egyház, Philadelphia. Akarsz-e oda tartozni? Akarsz-e ehhez az egyházhoz tartozni, az Istennek az egyházához? Az Istennek megváltott népéhez, a láthatatlan egyházhoz, Philadelphiához, amely csendben, szenvedve, keresztet hordozva, az apostoli kortól napjainkig végig zarándokol a történelmen, és hirdeti Krisztusnak az evangéliumát. Drága testvérek, a Jelenések könyvében, a Jelenések könyve írója János apostol, az egyedüli az apostolok közül, aki nem erőszakos halált halt. Büntetése a hitéért az volt, hogy száműzik egy lakatlan szigetre, a Pátmos szigetre, vagyis tulajdonképpen magányra és éhhalálra ítélik az öreg Jánost. Annyi szeretet volt, ő a szeretet apostola. Az evangéliumában, a leveleiben, a Jelenések könyvében végig az Isten szeretetéről tesz bizonságot,
Ő volt az, aki magáról mindig azt írta, hogy az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Jézus mindegyiket szerette, csak János úgy érezte, hogy őt egy kicsit jobban. És ebben az emberben annyi szeretet volt, hogy nem tudták őt halálra ítélni. A hagyomány szerint 103 évesen halt meg a Pátmos szigetén, ahol a csendben Isten látomásban kijelentést ad neki az utolsó időkről, és az utolsó idők utáni időkről, amikor az Istennek a vicce, ez már nem lesz idő, amikor megszűnik az idő. És János úgy mutatkozik be a jelenések könyve első soraiban, hogy az Istennek az apostola, aki társatok a szenvedésben Isten igéjéért és a Krisztus bizonságtételéért. Testvér, hadd kérdezzem meg tőled, hogy te szenvedtél-e már az Isten igéjéért és a Krisztus bizonságtételéért? A Krisztusról szóló bizonságtételedért szenvedtél-e már ezekért? Jánosnak le kell írnia, amit látott, hallott, és el kell küldenie, kiknek, aki társai a szenvedésben. El kell küldje Isten üzenetét, el kell juttassa 7 gyülekezetnek Kanadába, Skóciába, Észak-Írországba, Ukrajnába, Szlovákiába, Romániába, Magyarországra, és arra kérjük a többieket, hogy ne sértődjenek meg, Hollandiából, Ausztriából, Németországból, Amerikából, Szibériából, és onnan, amit ki se tudok ejteni, a szigetekről, amit Csaba testvérem mondott és említett. Át kell adnia az üzenetet a gyülekezet küldöttjének, angelosának, a gyülekezet angyalának írd meg, aki alkalmas lesz majd a továbbadásra. A gyülekezet angyalának, angelosának, aki az üzenetet kapja, a feladata annyi, hogy átadja az üzenetet, akár fogadják, akár nem. Ha a törvényszéki idézést nem akarod átvenni, akkor kiragasztják az ajtódra vagy a kapudra a postás. De akkor is átadja. Az angelos feladata annyi, testvérek, és a te feladatod és az én feladatom annyi, hogy átadjuk az üzenetet, az evangéliumot. Nem mi térítünk, hanem Isten térít. A térítés az az Istennek a feladata. Nem Bódis Miklós térít. Ahogyan az egyik testvérem, aki most is fent van Zalából, és hallgat bennünket, az elmúlt héten felhívott, kedvesen bemutatkozott, és azt mondta, hogy tiszteletes úr, engem maga térített meg. Ilyenkor mosolyogva azt szoktam mondani ezeknek az embereknek, amit Pocsai Sándor testvérem szokott mondani, megállott előtte egyszer egy részeges, és azt mondta, hogy Sanyi bácsi, emlékszik rám? Engemet maga térített meg. És Sándor testvérem azt mondta neki, hogy fiam, látszik is rajtad, hogy én térítettelek meg, mert ha az Úr Jézus Krisztus térített volna meg, akkor most nem így néznél ki. Testvérek, nem Bódis Miklós, Vég Tamás, Pocsai Sándor, Meleg Attila, Vízaknai Szabós térít, nem. A mi feladatunk,
az, hogy átadjuk az üzenetet. A többi az Istennek a dolga. Bízz rá! Bízzátok rá! A 7 gyülekezetnek 8-szor mondja az Isten azt, hogy térjen meg. Tehát testvérek, nem igaz sok református lelkész azon tanítása, hogy a megtérés csak az akkori korban élt embereknek szólt, vagy hogy csak a zsidóknak szólt, hogy ők térjenek meg. Nekem nagyon sokszor, nagyon sokan ezt mondták, hogy mi keresztényeknek születtünk, hogy mi ebbe és abba a felekezetbe keresztényeknek születtünk, keresztény családba, megkereszteltek, és nekünk nincsen szükségünk megtérésre. Drága testvérek, most már lassan kezdenek rájönni az egyházakba is arra, hogy az európai meg a Kárpát-medencei kereszténység nem is annyira keresztény, mint amennyire gondolták, csak hogy drága testvérek, sokak számára már késő. Azóta, mióta Erdélybe is megoltották az Istennek a szent lelkét, megtapották Jézusnak drága vérét, káromolták és ellene mondtak az igének, testvérek, azóta emberek haltak meg. Embereknek halála, vére, kárhozata terhel embereket. Igen, szociban mondjuk, igen. És a kiszabott idő lejárt, és maradt az ítéletnek valami félelmetes várása. Ezek számára, az emberek számára. Nézzétek meg, hogy amikor Pétert előszedik, hogy miért ment be Kornélius házába. Miért étkezett együtt pogányokkal? Miért keresztelte meg őket? Akkor Péter azt mondja, hogy fiúk, a pogányokra ugyanúgy kitöltetett az Istennek a szent lelke, ugyanazt a lelket kapták, ugyanazok a jelek voltak, amik nekünk pünköst ünnepén, és Péter mond egy fontos mondatot. Ki vagyok én, hogy gátoljam az Isten kegyelmének a munkáját? Ki vagy te, ember, hogy meggátold az Isten munkáját, hogy embereket megtérítsen, üdvözítsen, kegyelemre juttasson? Az az érdekes, drága testvérek, hogy a filadelfiai gyülekezetnek, a 7 gyülekezet közül, tehát Isten a 7 gyülekezetnek 8-szor mondja azt, hogy térjenek meg. A filadelfiai gyülekezetnek egyszer sem mondja, hogy térjen meg. Ez még nem jelenti azt, és nem zárja ki azt, hogy nekik nem kellett megtérni. Úgy, ahogy Timóteusnak az életében, annak ellenére, hogy azt mondja Pál, hogy láttam a te hitedet, amely megvolt nagyanyádba, Loiszba, amely megvolt a vegyes házasságba élő anyádban, Eunikében, az megvan benned is, de ez nem jelentette, testvérek, azt, hogy Timóteusnak ahhoz, hogy üdvözüljön, nem kell megtérni, mert olyan neveltetést kapott kicsikorától, fiatalkorába. Igen, áldás az ilyen neveltetés. Gyerekkortól hívő nagyanya, nagyapa, hívő szülők, segítség a hitre jutásra, a megtérésre, a kegyelemre, de Timóteusnak is meg kell térni ahhoz, hogy üdvözüljön. A jóknak, a becsületeseknek, a hívő gyülekezetbe felnőtteknek és járóknak is szükségük van megtérésre, újjászületésre. Miért nem mondja a filadelfiai gyülekezetnek Isten azt, hogy térjen meg? Azért, mert mond más dolgokat, hallgassuk meg. Megtartottad az én igémet, mondja
Testvérek, megtartani csak azt lehet, ami megvan. Csak azt tudom megtartani, ami birtokomba van, ami a kezembe van, ami nálam van, azt tudom megtartani, tehát azt jelenti, hogy a filadelfiai gyülekezetnek megvolt az Istennek az igéje, és megtartotta. Engedelmeskedett, cselekedte, megőrizte a tiszta igét. Azért szólítottam fel testvérek Ákost, Henriettát, és testvérek, annyira szeretném, hogy a Simon gyerekek, a Rezső gyerekek, a Sábián gyerekek, a Németi gyerekek, a Ferenci Csaba gyerekei, a Kis Csaba gyerekei, a Nagy Józsi gyerekei, a gyerekeitek, testvérek, átvegyék az evangéliumnak a továbbvivését tőlünk, és megtartsák, ne engedjék azt, hogy a fundamentumát ennek kicserélje a gonosz világ, megőrizzék úgy, akármit mondanak egyházak, megőrizzék az evangélium tisztaságát úgy, ahogy Isten elmondta, félelem nélkül, bátor szívvel, határozottan és álhatatosan megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Vagyis testvérek, a filadelfiai gyülekezet tagjai ismerik az Istennek a nevét. Ismerik azt a csodálatos nevet, amelyben van erő, van, csodás erő van. És nem tagadták meg a nyomorúságban sem, és végül azt mondja Isten ennek a gyülekezetnek, senki ne vegye el a te koronádat. Vagyis testvérek, a gyülekezetnek megvan a korona, ami a győztesnek jár csak. Fenn a mennyben az Úr minden győztesnek ad, aki Jézussal járt, s benne hitt, aranyból koronát, fehér égi ruhát, hárfa húrjait pengethetik. Megvan a koronád? A győztesnek járó korona, és őrzöd-e, hogy senki el ne vegye tőled a győzelmi jelet, a koronát. Drága testvérek, a Jelenések könyve összehasonlít a 7 gyülekezet közül 2 gyülekezetet. A filadelfiait és a laodiceait. Az utolsó gyülekezet, akinek a levél megy, az a laodiceabeli gyülekezet, és a teológusok valamennyien megegyeznek abban, és egyet értenek, hogy ez a gyülekezet az utolsó idők gyülekezetének a képe, amely itt lesz a földön, akkor, amikor az Úr Jézus Krisztus visszajön. És ezzel párhuzamosan állítja Isten vele szembe a 6. gyülekezetnek menő levelet, a filadelfiai gyülekezetnek való levelet, és a gyülekezetnek az állapotát. Testvérek, hallgassuk meg, hogy milyen az utolsó idők gyülekezetének az állapota. A laodiceaié, a 7. levél. A laodiceai gyülekezetről Isten 3 szomorú, elkeserítő dolgot mond. Az első így hangzik, meggazdagodtam, nincsen szükségem semmire. Lefordítom, drága testvérek, magyar nyelvre, jó? Nem kell az Isten, mert mindenem megvan. Egyik lelkipásztor testvéremet, aki kiment a svájci testvérgyülekezetbe, egy nagyon gazdag házigazda egy tó mellett szállásolta el,
és egy az egybe ezt mondta neki. Minek kellene nekünk az Isten, amikor megvan mindenünk? Nem kell az Isten, mert megvan mindenem. Mire lenne jó ő? Szeretném testvérek nektek elmondani, hogy a laodiceai gyülekezet a Rómával való szövetség által gazdagodott meg. Nagyon jól tudott illeszkedni, helyezkedni, egyezkedni, és egy paktumra lépni Rómával, a világgal. És a Rómával kötött egyesség és szövetség által érte el azt a kereskedelmi gazdagságot, aranykereskedem, szövet, szemkenő, ír, gyógyszeriparnak a gyógyszeriparral való kereskedésben érte el azt, hogy így meggazdagodott, hogy azt mondta magáról, hogy meggazdagodtam, jól vagyok, nincsen szükségem semmire. Drága testvérek, szeretném a figyelmeteket arra irányítani, amikor az Ószövetségben kereskedők, emberek siratják Tírusznak, Ninivének, Egyiptomnak a pusztulását. Szeretném a figyelmeteket ráirányítani a Jelenések könyvében arra, amikor Babilon, úgy, ahogy az első este hallottuk Belsazár király uralkodása alatt, egyetlen egy éjszaka összeomlik, és testvérek, a Jelenések könyvében a világ siratja a nagy Babilont, mert már nem lehet kereskedni, és nem lehet a javait élvezni. Testvérek, felszeretném nektek olvasni, hogy Tírusznak az összeomlásakor mit sirat a világ, mit siratnak a kereskedők, az emberek. Ezékiel 27:11-25-ből szemelvényeket fogok olvasni Tírusznak a dicsőségéről és Tírusznak az összeomlásáról. Azt mondja Isten Tírusról: Falaidon körös körül arvádiaiak voltak seregedbe, bástyáidon pedig gamádiak, zsoldosok védték. Pajzsaikat kiakasztották falaidra körös körül, ezek tettek tökéletesen széppé, tehát csillogott a pajzs a védő falán Tírusznak. Tarzisz sokféle árut vásárolt tőled, piacodra ezüstöt, vasat, ónt, olmot hoztak. Jáván Tubál mesek kalmárai rézeszközöket adtak cserébe. Bét togarmából lovakat, lovasokat, összvéreket hoztak piacodra. A dédáni kalmárok elefántagyarakat és ébenfát hoztak neked fizetségül. Az arámok is vásároltak tőled türkiszt, bíborszínű gyapjút, tarka szőtteseket, fehér gyolcsot, koralokat, rubint hoztak piacodra. Júda és Izrael kalmárai búzát, fügét, mézet, olajat, balzsamot adtak cserébe áruidért. Damaszkusz is vásárolt tőled mindenféle árut, helboni bort, hófehér gyapjút, Vedán és Jáván Uzálból kovácsolt vasat, fahéjat és illatos nádat, a dédáni kalmálok lótakarókat hoztak, Arábia és Kédár bárányokat, kosokat, bakokat, Seba és Ráma kalmárai a legfinomabb balzsamot, drágakövet és aranyat hoztak piacodra, Hárán, Kané, Éden, Seba pedig díszruhát, bíborköpenyeket, tarkaruhát, színes szőnyeget és erősen sodrott köteleket.
És drága testvérek, van egy kereskedés, amiben lemeredtem, amikor elolvastam. Jábán, Tubál, Mesek kalmárai élő embereket adtak cserébe áruidért. Az élő emberekkel, az emberi lelkekkel való kereskedés. És testvérek, mi lett ennek a következménye? Hallgassátok meg, megdöbbentő. Meggazdagodtál, tekintélyre tettél szert a tenger közepén. Nagy vizekre vittek téged evezőseit. És most jön, testvérek, a baj. De összetört a keleti szél téged a tenger közepén. Kincseid és piaci áruid, hajósaid és matrózaid elsüllyedtek a tenger közepén, összeomlásodnak az idején. Meggazdagodtál, eljutottál oda, hogy azt mondod, hogy neked nincs szükséged semmire, mert mindened megvan, szövetséget kötöttél Babilonnal, a világgal, Rómával, de testvér, jön egy éjszaka, amikor minden összeomlik. Minden elúszik, minden elsüllyed az összeomlásodnak a napján. Drága testvérek, Erdélyben ismerek két falut, amelynek évtizedekkel ezelőtt lehetősége volt dönteni, hogy Jézussal vagy ellene. És döntöttek, testvérek, ellene. Következménye tudjátok, hogy mi lett? Meggazdagodtak. Azt, amit csinálnak, lehetne ma is Krisztussal együtt csinálni, és jól élni belőle. De ők úgy döntöttek, hogy mindezt Jézus nélkül fogják csinálni. Maguk meggazdagodtak, testvérek. A következmény az, hogy évek óta figyelem ezeket a gyülekezeteket, nem tér meg senki, nincs ébredés, nincs megújulás, nincs áttörés, és testvérek, akik a vagyomba bíznak, azoknak egy nap jönni fog az összeomlás. Jönni fog, drága testvérek, jönni fog a nyomorúság. A második dolog, amit jellemzi Laodiceát, az az, hogy nem ismeri az állapotát. Azt mondod, hogy meggazdagodtál, nincs szükséged az Istenre, de közben te vagy a nyavajás, a vak, a mezítelen, a nyomorult. Egy lelkész testvérem nekem azt mondta, hogy Miklós, én ezt nem tudom, nem merném elmondani a gyülekezetemnek. Pedig ez van, testvérek. Nem ismerik fel emberek az állapotukat. Annyira mélyen vannak a kozba, a szennybe, a mocsokba, a bűnbe, hogy nem látják saját magukat. Te vagy a nyomorult, a mezítelen, a vak, a nyavajás, venni kellene szemgyógyító írt, hogy megkend a szemedet, hogy lásd saját magadat. Drága testvérek, hadd mondjam el, hogy csodálatos ajándék az Istennek az, amikor egy ember meglátja saját magát, a saját maga elveszett állapotát, a saját maga bűneit, mert ez a kezdete annak, hogy az Istenhez meneküljön, az Istenhez kiáltson és megtérjen. És testvérek, Laodiceának harmadszor az a jellemzője, hogy Jézust az ajtón kívül tartja. Olyan szépen mondjuk adventkor, hogy az igét, a jelenések 3:20-at, ime az ajtó előtt állok és zörgetek, és énekeljük, ó Jézus árva csendben, az ajtón kívül állsz, bejönnél már, de némán kulcsfordulásra vársz. Mi mondjuk, hogy miénk vagy, hát persze testvérek, bírjuk cérnával mondani,
hogy miénk vagy, te vagy a név, a jel, és jön egy mondat, szégyen. Szégyen, hogy te vagy az Jézus, akinek az ajtó előtt állni kell. Beteg lesz Gyuri, Sanyi elkapja a Covidot, Katit elviszi a mentő, Erzsinek nagy a lázza, Jézus, gyere be, gyógyítsd meg, vidd le a lázzát, vedd el a rákját, szabadítsd meg a szenvedésből, aztán Jézus, mehetsz is ki, vissza az ajtón kívül. Mi mondjuk, hogy miénk vagy, te vagy a név, az áldott orvos közelek, az Úr csodásan működik, igen, testvérek, amen, csak hogy Jézus az ajtók előtt áll kinn. Jó Jézus, amikor valakit meg kell gyógyítani a Covidból, akkor jöjjön, és aztán menjen oda, ahol a helye van az ajtón kívül. Drága testvérek, ezzel szemben, Laodiceával szemben ott van Filadelfia, amelyről Isten azt mondja, hogy adtam elődbe egy nyitott ajtót. Filadelfiának, ennek a gyülekezetnek Isten itt a földön mindig ad elébe egy nyitott ajtót, egy utat. És drága testvérek, ami a nagy ajándék az az, hogy Isten nem csak itt a földön nagy nyitott ajtót, hanem az egyik legdrágább igém nekem a Bibliából, a Jelenések könyve 4:1, 4. fejezet első verse, ahol János azt mondja, és láttam, hogy nyitva van egy ajtó a mennybe. Hallod? Fantasztikus örömhír. Nyitva van egy ajtó a mennybe. A számodra. A családod számára. És ez az ajtó Jézus. Nyitva van egy ajtó számodra a mennybe, és ez az ajtó mindig nyitva van. Ezen bemehetsz, és kijöhetsz, és legelőtt találhatsz. Ezen az ajtón szabadon be lehet járni az atyához. Szabad utad van a kegyelem királyi székéhez kérni, amit akarsz, mert nyitva van az ajtó. És Filadelfiának, a filadelfiai gyülekezethez tartozóknak az Úr megadta ezt a nyitott ajtót a mennybe, de van egy nyitott ajtó mindig, amelyiken lépni lehet, amelyen menni lehet, Pi-Hahirót és Baal-Cefon között, a nyomodba a kígyóval, a Egyiptom fáraó seregével, de testvérek, az Isten igéjére és botjára nyillik a tenger. És kinyílik a tenger. Filadelfiának az Isten azt mondja, hogy adtam elédbe egy nyitott ajtót, amit senki, de senki, de senki be nem zárhat. Nem zárhatja be senki. Aztán Filadelfiának azt mondja, hogy jól csinálod, amit csinálsz, ezért arra kérlek, hogy ne te térj ő hozzájuk, hanem ők térjenek meg te hozzád. Isten ezt mondja Jeremiásnak is, aki a maga korába teljesen egyedül maradt, legfeljebb Báruk, az írnok volt mellette is, Ebed-Melek, aki kihúzza a pöcegödörből, más senki, és Isten azt mondja Jeremiásnak, Jeremiás, nem neked kell engedned utánuk. Te jó helyen vagy, hanem ők térjenek meg te hozzád. És azt mondja Isten Filadelfiának, hogy ne te térj ő hozzájuk, hanem ők térjenek hozzád. Légy stabil, álhatatos, mert én megcselekszem azt, hogy eljönnek azok a sátán zsinagógájából, akik vallásosoknak mondják magukat, keresztényeknek mondják magukat, egyháztagoknak mondják magukat,
Azt mondják magukról, hogy hívők, de nem azok, hanem a sátán zsinagógája. De el fognak jönni közülük hozzád, és le fognak borulni, és meg fogják tudni, hogy én szeretlek téged. És testvérek, most jön egy mondat, amit nagyon szeretnék mindegyiketeknek a szívére kötni. Hallgassátok meg, mivel megtartottad az én álhatatosságra intő igémet. Egy másik fordításban a béketűrésre intő igémet. Ezért azt mondja az Úr, én is meg foglak téged tartani a kísértés órájában, amely eljön erre az egész világra, hogy megkísértse a Földet. Testvérek, a kísértés órája itt van. A megpróbáltatás ideje elkezdődött. És testvérek, szeretném nektek elmondani, hogy ez, amit átélünk a Covid-dal, ez a jéghegynek a csúcsa csupán. A többi, a nagyja még bent van az óceánban, ami elsüllyeszti a Titanicot. A Covid, ez csak a jéghegynek a csúcsa. De Isten azt mondja, mivel te megtartottad az én álhatatosságra intő igémet, ezért én is meg foglak téged tartani. A kísértésnek az órájában, amely eljön az egész világra, hogy megpróbálja, próbára tegye ezt a gyülekezetet és ezt a világot. Drága testvérek, ha te megtartod a béketűrésre intő igét, zúgolódás nélkül, morgolódás nélkül, lázadozás nélkül, akkor légy nyugodt, el fognak jönni emberek, leborulnak, és megtudják, hogy én szeretlek téged. Testvérek, Filadelfiának azt mondja Isten, hogy aki győz, azt oszloppá teszem az én Istenem templomába, amely a mennyei Jeruzsálemben van. Az első gyülekezetemben, a szilágysági középlakon, ahol 4 évig voltam lelkész, építettünk egy központot, egy imaterem központot, és a födélhez az oszlopokat, a beton elemeket Zilachról kellett szállítanunk, és amikor megérkeztünk a betonelem gyárhoz Zilachra a presbiterekkel, ott már vártak bennünket, készen volt minden, kifizettük az oszlopokat, a betonelemeket, és indultunk haza, de nem engedték ki az autót a gyárból. És én megkérdeztem, hogy miért késlekednek. A válasz az volt, lelkész úr, ebből a gyárból egy oszlop sem megy ki addig, amíg a szakító szilárdságát ki nem próbáltuk. Amíg meg nem néztük, hogy megbírja-e azt a súlyt az oszlop, amit rá fognak maguk tenni. Drága testvérek, kipróbáltak vagytok? Terhelhető vagy? Álhatatos vagy az Isten országáért? Mert Isten igéje azt mondja, hogy mi az erősek tartozunk azzal, hogy a gyengéket hordozzuk. Az Isten országába is az van, ami a muskétásoknál egy mindenkiért, és mindenki egyért. Senkit sem hagyunk hátra Egyiptomba.
senkit sem hagyunk hátra a pusztába. Egy izraeli katonáért 300 arab terroristát adunk, de akkor is kimentjük őt a fogságból. Egy mindenkiért, mindenki egyért. Az erősek tartoznak azzal, hogy a gyengéket hordozzák. Engeded-e, hogy oszloppá tegyen az Isten, mert az oszlopnak, aki majd oszlop lesz a mennyei Jeruzsálembe, annak a szakító szilárdságát itt próbálják ki testvérek most a földön. Mennyi a terhelhetőséget? Mit bírsz el? Nemrég hallgattam drága barátomnak, Petrike Gaine Baucári prédikátornak az egyik szolgálatát. Ő volt az, aki először elhívott a román misszióba, és elmondta azt, hogy a koronavírus egy éve alatt miket élt át. Kezdődött azzal, hogy az egyik gyülekezeti taguk nagy mellénnyel bejött az imaterembe, istentiszteletre, végig kezeződött mindenkivel, odament a szószékhez, a szolgálókhoz, kezet adott, ölelte őket, másnap kiderült, hogy covidos. Azt mondja Petrike testvérem, 14 nap karantén. Alig, hogy kikerültek a karanténból, ment vele szolgálni, és látta, hogy egy öreg mami a gyülekezetük tagja, áll az út szélén, állítja az autókat, megy istentiszteletre. Nem tudott megállni, mert sietett, de az istentiszteleten a maminak felkínálta, hogy hazaviszi, hazaszállítja az autóval. A mami örömmel beült az autóba, és ahogy Petrike Gaine testvérem vezeti az autót, a mami mondja, hogy a férjének 38 fokos a lázza, nem tudja, mi van a fiával, de nagyon köhög, és a menye nem ment munkába, mert beteg. Másnap kiderült, az egész család covidos, Petrike Gaine testvérem megint 14 napig karantén. Ahogy lejárt, hazajött az egyik gyereke külföldről. Az egész családot 14 napig karanténba helyezték. És Petrike Gaine testvérem elmondja, hogy az volt bennem, hogy uram, hát már mind karantén, 14 nap, hát már 3 hónapja mind így megy. És azt mondja, hogy akkor eszembe jutott Richard Wurmbrand, akinek a szolgálatait én hallgattam, hogy 14 év börtön a Krisztusért, és ebből 3 év magánzárka. És azt mondja, akkor jöttem rá, uram, hol vagyok én ettől? És azt mondja, hogy nem csak ettől, hanem Richard Wurmbrand a szolgálatában elmondta, hogy a szabadulása után, a Szovjetunió összeomlása után meglátogatta az egyik hívő testvérét Oroszországban, aki 22 évet ült a Krisztusért börtönbe, ebből 18 évet magánzárkába. És azt mondja Petrike Gaine, bűnbánattal odaborultam az Úr elé, uram, én nem bírok ki 5x14 nap karantént. Hát ezek a hitükért ártatlanul 14 évet meg 22 évet ültek a börtönbe. Testvér, zuggolódsz, hogy be vagy zárva? Zuggolódsz, hogy nem mehetsz ki este 10-től reggel 5-ig? Cirkuszosz? Elégedetlenkedsz? Hát mennyit bírsz meg? Mit lehet rád tenni? Rád lehet tenni 14 év börtönt? Kínokkal? Magázárkával? Gyötrődésekkel? Éjség határán ablak és fedél nélküli épületbe a családod, mint Viski Feri bácsinak, meg a társainak? Mennyi a szakító szilárdságot? Ma reggel a
hátszegi gyülekezet istentiszteletéről kijövet, egyik gyülekezeti tagunk megszólal, és azt mondja, hogy tiszteltes úr, az este beléptünk, és hallgattuk a szolgálatát a Zoomon. És mondom, és rám néz, azt mondja, egy kicsit kemény volt. Mondom neki, Ferenc, figyeljen ide, mi a Krisztus számára nem hitványakat, nem piszmogókat, hanem az Isten országa számára tengerész gyalogosokat akarunk képezni, akik megállnak a viharba, akik testvérek harcba lesznek edzettek, és drága fiatalok, akik ma hallgatjátok, ma este az evangelizációt, a 248 gép előtt, mert láttam, hogy nagyon sokan vagytok, 10 és 20 és 31 néhány évesen, hívlak titeket a Krisztus tengerész gyalogságába, felemelem nektek az ászlót, a Golgotai keresztet, és gyertek az ászló alá, kérlek benneteket a Jézus nevében, mert megérdemli a király, hogy harcoljatok az ászlója előtt, és vegyétek át az ászlót az evangéliummal, és ne hagyjátok meghamisítani, és vigyétek, jöjjetek, s legyetek a filadelfiai élőhitű gyülekezetnek a tagja, az Isten egyházának a tagja. Engedd, hogy az Isten oszloppá tegyen téged az ő országába. És légy nyugodt, hogy eljönnek majd, és elismerik azt, megtérve, hogy én szeretlek téged. Drága testvérek, végezetül szeretném elmondani, hogy mindazok számára, akik megtérnek Istenhez, akik jönnek az ő seregébe, és az ő országuknak a tagjai lesznek, azoknak Isten az igében azt mondja Filadelfiának, hogy ad egy személy azonossági igazolványt. Mi van ezen a személy azonossági igazolványon? Először Isten azt mondja, hogy ráírja az ő Istenének a nevét. Vagyis, drága testvérem, hogy te kié vagy? Te kié vagy? Mert nézzétek meg, hogy van egy ilyen, tudom, hogy Magyarországon, az anyaországban az embernek a személyazonosítójára az anyai ágon történik a vérvonalnak, az örökösödésnek a vitele, tehát az anyaországi személyi iratokba az anyának a neve kerül bele. Romániában nem, Romániában az apának a nevét írják, hogy mindenki értse Erdélybe, románul mondom, iniciala tatălui. Az apa neve. És testvérek, így volt ez Izraelben is. Jézus azt mondja, hogy te Simon vagy a Jóna fia. Vagy amikor Jerikóban Jézus találkozik Bartimeussal, akkor azt mondja, hogy Bartimeus a Timmeus fia, ott ült az út szélén. Az én szülőfalumban ma is azt mondják, hogy Gyuri az Alberti. És testvérek, én annyira örültem, mert az én édesapámat Jánosnak hívták, ami románul Ioan, és az én személyimbe a Bódis Miklós név közé bekerült a Ioan névnek az első betűje, egy I betű. Bódis Miklós, aki az Istené. Van egy ének, ő a te édesapád. Szent országa a te hazád, a tied is, a te édesapád is az Isten. Mert Jézus a vallásos zsidóknak azt mondja, hogy a ti atyátok az ördög, lentről származtok, mert meg akartok, el akartok pusztítani engem. Nem bírjátok hallgatni az én igémet. Ki a te apád?
A személyazonossági igazolványban az Isten országába benne van az apa neve. Felírom az én Istenem nevét. Aztán, drága testvérek, a második, ami felír Isten a személyazonossági igazolványra, az a lakhely. És felírom az én új Jeruzsálemem nevét, amely az Istentől elkészítve alászáll a mennyasszony számára. Te hova valósi vagy? Én Jeruzsálembe tartozok, az Üvegtenger utca 7 szám alatt lesz a lakásom. A teljességnek a száma, ahol teljes öröm van, ahol nincs gyász, ahol nincs könyhullatás, ahol nincsen fájdalom, ahol nincsen testvérek mobiljel. Testvéreim szokták mondani, hogy Miklós, jó, akkor felhívlak. Fel foglak hívni a jövő héten. Azt szoktam mindig mondani, addig nem megyek el arra a helyre az Üvegtenger mellé, ahol nincs Vodafone jel, és nincsen Orange jel. Ha nem válaszolok, akkor tudjad, hogy ott vagyok. És drága testvérek, a harmadik, azt mondja Jézus, és ráírom arra az igazolásra az én új nevemet. Nem mondja meg, hogy mi ez az új név, mert ez a PIN kód. Legyen ez a te titkod meg az övé, jó? Legyen ez a ti kettőtöknek a titka, a vőlegénynek és a mennyasszonynak a titka, a Krisztusnak az új neve, amit csak azt tud, aki kapja. Drága testvérek, szeretném, ha ez az evangelizációs sorozat úgy fejeződne be, hogy mindegyiketeknek lenne az Isten országába személyazonossági igazolványa. Ráírva, hogy mostantól kezdve te a kié vagy. Kihez tartozol? Ki az édesatyád? Úgy szeretném, ha ma estétől kezdve mindegyiketek biztonságban lenne, és lenne lakcímkártyád Jeruzsálembe, az Üvegtenger mellett a trón előtt, fehér ruhába. És úgy szeretném, ha lenne ma este mindegyiketeknek egy PIN kódja. Ha ismernéd a titkát a Golgotai keresztnek, a megváltásnak, a titoknak, amit csak te tudsz és Krisztus, amit csak azt tud, aki kapja, és úgy szeretném, ha kezedbe vennéd ma este ezt az igazolványt, és testvérek, minden igazolványon van egy olyan jel, vízjel, ami miatt nem lehet hamisítani, hogy legyen rajta a bárány vére. Hogy legyen rajta a bárány vére, hogy ne tudják hamisítani, mert szeretném elmondani, hogy ezt a személyazonossági igazolványt, amikor beteszed és átadod, ez csak egyetlen egy dolog hitelesíti, teszi aktívvá, lesz autoritása, ha rajta van a vízjel, a báránynak a vére. Víz és vér által. És drága testvérek, annyira örülnék, ha ma estétől kezdve mindegyiketeket ezután, akik hallgatjátok az evangelizációt, legyetek katolikusok, reformátusok, szabad keresztények, baptisták, evangélikusok, bármilyen felekezethez tartozók, ha ma estétől kezdve, ahogy beszélsz, ahogy viselkedni fogsz, valaki megkérdezi tőled, hogy figyelj csak,
Te milyen felekezethez tartozol, mondd már. Mondd már, hogy te milyen egyháznak vagy a tagja. Te melyik gyülekezetben jársz? Akkor mosolyog rá, és mondd azt, hogy a filadelfiai gyülekezetnek vagyok a tagja. Annak a gyülekezetnek vagyok a tagja, amelyik a történelmen végig zarándokolt, szenvedve, küzdve, harcolva, bizonságot téve Krisztusról, vállalva az üldözést, egyháztól, világtól, de a Krisztus bizonságtételét és az Isten igéjét megtartotta, és nem adta fel a harcot. És nem mondott le egy pillanatig sem, bár kevés ereje maradt, és kevés ereje volt ebben a világban, de nem adta fel a harcot, hogy Krisztus tengerész gyalogosaiként mellé álljon, és küzdjön az ő királyával, az ő urával. Drága testvérek, hívlak ma téged, hogy légy ennek a gyülekezetnek a tagja, hogy megkapd a személyazonossági igazolványodat ma este. Kérd el Istentől. Kérd el ma este Istentől. Kérd azt, hogy vegyen fel téged ebbe a gyülekezetbe, ebbe az egyházba, az Isten láthatatlan egyházába, hogy ennek tagja légy. És drága testvérek, Csaba testvérem, befejezésül szeretnélek téged vigasztalni azzal, hogy nézd meg, itt vagyunk és itt van Istennek összegyűjtött magyar népe a nagyvilágból. Nem jutottam el az idén Észak-Írországba közétek, hogy gyülekezetet alapítsunk, de lett egy másik gyülekezet. Lett egy másik gyülekezeted. Nem jutottam el a tavaly szeptemberbe a 3 hetes meghívásra Torontóba és Montrealba a kanadai testvéreim közé, de ma este itt vannak a kanadai testvérek Torontóból és Montrealból, és hallgatják az evangelizációt. És lehet, hogy Isten megadja azt, hogy eljutok Észak-Írországba is, meg Skóciába is, és meglátod, megtöltjük a belfasti, meg a Newcastle-i hoteleket. Mert meglátod, hogy fognak jönni Észak-Írországba New Yorkból repülőgépen. És fognak jönni Torontóból evangelizációra Észak-Írországba. És azokról a furcsa szigetekről, amit itt ki se tudok mondani, és említettél, és jönnek majd Skóciából, és még lehet, hogy Bécsből is jönni fognak, és jönni fognak Szerbiából is, meg Budapestről is. Isten összegyűjti Filadelfiát. Isten összegyűjti az ő választott népét, testvérek, ahogy ma este összegyűjtött bennünket Erdélyből, Oroszországból, Ukrajnából, Szlovákiából, Szerbiából, Európából, Amerikából, Argentinából, Ausztráliából. Isten összegyűjti a választottakat egyszer. És minden egyházi struktúra szétomlik, egy marad meg egyetlen egy Filadelfia. Az Isten igazi egyháza, választott népe, akik megtértek, akik átadták az életüket Jézusnak, rájuk bízták magukat, és Jézus nem fogja őket hagyni, hogy csalatkozzanak. Jézus nem fogja
becsapni őket, és Csaba testvérem eljön, Isten megadja az időt, amikor orgonálni fogsz nekünk, Észak-Írországba is, és a mennybe is, és Isten megadja az alkalmat Bódis Miklósnak, hogy evangélizál Észak-Írországba is, meg a mennybe is az angyalokat, mert a Biblia azt mondja, hogy az angyalok bele akarnak tekinteni abba a titokba, amit mi tudunk, megváltottak a kereszt titkába, mert ők a mennyben nem ismerik a titoknak a mélységét, amit a bűnös ember ismer, hogy mit jelent megváltva lenni a Krisztus vére által. Ezt az angyalok nem ismerik, ezt az érzést. És majd fog kelleni őket evangélizáljuk, hogy térjenek meg az angyalok a mennybe. És legyenek Filadelfiának a gyülekezete. És testvérek, ma este titeket erre hívott el az Isten, hogy része legyetek az ő választott népének, megváltott gyülekezetének, akinek megígérte azt, hogy én veletek leszek minden napon a világ végezetéig, ezért ne féljetek, és amikor eljön az idő, akkor utánatok jövök, és elviszlek, magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Ezért Isten népe, készülj! Csomagoljátok, testvérek, a bőröndöt, és emeljétek fel a ti fejeteket, mert közeledik megváltásotoknak az órája. Filadelfiának azt mondja Isten, és ime, hamar eljövök. Tartsd meg, ami nálad van, vigyázz a koronára, és a próbákban is tarts ki, Csaba, meglátod, hogy édesanyád megkapja a gyógyszert, javulni fog. Isten gondja lesz rá, Istennek gondja lesz rá, hogy a szolgálatot, amit rád bízott Archipagusra, azt elvégezze, és akkor fogunk elmenni erről a földről, amikor befejeztük, betöltöttük azt a szolgálatot és azt a feladatot, amit az Isten ránk bízott. Készül Istennek a népe, Filadelfia, az elragadtatásra, hogy amikor jön, senki se maradjon itt, a családjainkból senkit se kelljen itt hagyjunk, a nagy nyomorúság idejére, amikor az Antikrisztus dühöngeni fog, és az itt maradt hívők a vérükkel, az életükkel fizetnek, hogy ők is velünk majd csatlakozzanak és jöhessenek. Készülj Istennek a népe, hogy amikor a vőlegényed, a királyod megjelenik, akkor készen legyél vele menni a levegő égbe. Vedd a személyazonossági igazolványodat, rajta az Isten neve, a lakcím, a PIN kód, és a bárány vére, és készüljetek, mert megyünk Jeruzsálembe. Drága testvérek, szeretném befejezni a szolgálatomat egy nektek szánt személyes üzenettel a Zsoltárok könyvéből. A 122. Zsoltár 6. versétől a 9. terjedő versig. Kívánjatok békét Jeruzsálemnek. Legyenek boldogok, akik téged szeretnek. Legyen békesség falaidon belül, és legyen boldogság palotáidba, vagyis testvérek a házaitokba, a családotokba. És az ige azt mondja, testvéreimért és barátaimért mondom, békesség neked. Az eredeti héber szövegben ez van, hogy engedd meg, hogy jót kívánjak neked, békességet kívánjak neked. Engedjétek meg, drága testvérek, hogy ma este az ige alapján, a 122. Zsoltár alapján testvéreimért és barátaimért békességet kívánjak nektek, és Istenünknek, az Úrnak házáért is jót kívánok neked. Az Úr áldjon meg titeket, és őrizzen meg titeket az ő visszajöveteléig.
az ő kegyelmében. Amen. Csendesedjünk el, testvérek, és akkor most kérem meg Tasi László testvéremet, hogy adjon hálát és imádkozzon érettünk. Mi atyánk, kedves atyánk, a jövünk te előben, és nagyon szépen megköszönjük ezt az estét, atyánk, hogy szóltál hozzánk, és itt voltál köztük, atyánk, és kérjük szépen tovább is, atya előtt is egészséget és kegyelmet, atyánk, hogy mikor te el fogsz venni a te gyermekeid, tudjuk neked kitartásunk legyen, hogy te beszélj a Miklós testvér által, atyánk, és adtad hogy cselekedjünk, atyánk, és tanítottad, hogy kövessünk téged, atyánk, és nagyon szépen köszönjük, atyánk, hogy tudtad a Miklós testvér által adni a tanítást, és tudjunk tanulni, és eljünk előre veled, atyánk, hát az utolsó időkben, melyikben élünk, atyánk, kérünk erőt és egészséget, hogy tudjunk veled kitartani a sok próbák közt, és a sok problémák közt, atyánk, a sok betegségek közt, atyánk, hogy te vagy az egyetlen Istenünk, te velünk vagy, és megígérted, atyánk, hogy veled vagyunk, te is velünk vagy, atyánk, és nagyon szépen köszönjük, hálás vagyunk neked, atyánk, hogy nem hagytál el, eddig is mindig szerettél, és velünk voltál, és kérünk szépen egy kellemes, nyugodt éjszakát kérünk, és áld meg a Bódis Miklós testvért is, a prédikációt is, áld meg, atyánk, a családját is, és védd meg minden bajoktól, és mi őrizd meg, atyánk, a minden bajoktól, mik jönnek a világon, atyánk, hogy tudjon nekünk adni tanítást is, hogy tudjon erősíteni, atyánk. Nagyon szépen köszönjük most, és mindenek, amen. Amen. És Uram, még szeretnék hálát adni Fanel Alexáért, román testvéremért, hogy hazakerült a családjához. Uram, hogy erősíted a beteg tüdejét. Köszönöm, hogy meghallgattad az imádságot, hogy kiosztad őt a mélységből. Így imádkozok apósomért a kórházba, hogy könyörülj meg rajta, Uram. És hogyha te jónak látod, akkor adj még számára napokat közöttünk. Hozd ki őt a kórházból, gyógyítsd meg, és add, hogy mikor el kell menni, akkor készen legyen, Uram. És imádkozok, Uram, Vince Henriettáért, az elkezdődő kezeléséért. Kérlek, Úr Jézus Krisztus, hogy a te sebeiddel gyógyítsd meg őt. Uram, kiáltok hozzád, hogy a te sebeidbe békességet találjon, védelmet találjon, nyugtot találjon, Uram. Kiáltunk hozzád, hogy segítsd meg őt, az ő családját, Uram. Vigasztald meg a szívét, és add, hogy álhatatos legyen, béketűrő legyen, Uram, és meg ne tagadjon téged a próbában, hogy azt kérdezze, kicsoda az Isten. És imádkozok Sós Benedekért, Mezőpanitról, testvéremért, kérlek, hogy őt is érints meg, gyógyítsd meg, Uram, a veséjét, könyörülj meg rajta, és add, Uram, hogy az egészségi állapota javuljon. És imádkozunk, Uram, mindegyikünkért, a családtagjainkért, takarj be minket, mint a kotló a kis csirkéit, védj meg a járványtól, a vírustól, a betegségtől, a haláltól, Uram, emiatt. És kérünk, hogy tarts meg minket a kísértés órájában, amely eljön erre a világra. És Uram, azokat, akik elveszítették szeretteiket, azokat pedig vigasztald meg a te szereteted, a te szent lelked által, töröld le a könnyeiket, és Uram, gyermekeknek, árváknak légy édesatya, és özvegyeknek, Uram, egyedül maradottaknak, te legyél társuk mindaddig, amíg vissza nem jössz, Uram, és mindezek meg nem szűnnek. Legyen áldott a te neved, hogy meghallgatod László testvérem, és a mi közös imádságunkat is. Amen. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr áldjon meg téged, és őrizzen meg téged, Istennek népe, Filadelfia. Fordítsa az Úr az ő orcájának világosságát rád, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcájának világosságát rád, és adjon te néked békességet, Szent Fia, ami Urunk Jézus Krisztus által, akinek legyen dicsőség most és mindörökké az ő Anya Szent Egyházában, menjen és földön. Amen. Drága testvérek, mielőtt a szót átadnám Csaba testvéremnek, szeretettel köszöntünk titeket a családunkkal együtt, itt ketten Netelkával, a lányaim egy másik helyen nézik ezt a számítógépéről ketten az evangelizációt. Köszöntünk a családunkkal együtt titeket, és nagyon hálás a szívem Istennek azért, hogy a nővérem halála és az apósom kritikus állapota ellenére megsegített, hogy elvégezzem az igehirdetés szolgálatát, és nem kellett lemondjam, visszamondjam azt, ami meghirdetődött a Facebookon, és több mint 250-en osztották meg. Istené legyen a dicsőség, hogy megvigasztal bennünket, és apósomnak is a helyzete javul. Áldott legyen Isten, hogy lelkiismeretes orvosokat, asszisztensnőket, ápolókat rendelt melléje, és szeretném megköszönni azoknak a testvéreknek Belényes környékéről, református baptista testvéreknek, akik vért adtak, de szeretném megköszönni annak a sok testvéremnek Zila környékéről, baptistáknak, reformátusoknak, akik vért adtak, és Kolozsvár környékéről is azokat, akik elmentek, és különösképpen azoknak a románoknak, akik a Hátszegi medencéből jöttek el velem vért adni. Áldja meg az Úr őket, és az egész családjukat, házuk népét. Drága testvérek, szeretném hirdetni, hogy mindazok a testvérek, akik ma este hallgatnak, és ha Isten megengedi, és lehetőséget ad, hogy személyesen találkozzunk, akkor szeretnélek tájékoztatni titeket röviden arról, hogy május végén, 30-án Lugozson, Temes megyébe fogok evangelizálni román gyülekezetbe. Román pünköskor júniusban Aradon fogok evangelizálni szintén román gyülekezetbe. És szeretném elmondani, hogyha Isten ad Filadelfiának még nyitott ajtót itt a földön, a mennyben nyitva van az ajtó, de ad nyitott ajtót itt a földön, akkor ahogy tudok, indulok Szilágy Szent Királyra a testvérekhez, és ugyanakkor ősszel, szeptemberben Segesvárra és Kutyfalvára, Erdélybe 4-4 napot, és mindazok a testvérek, akik a Magyarországon a következő gyülekezetekbe vagy ahhoz közel vannak, szeretettel mondom, hogy örülnénk, ha találkoznánk. Szeptembertől Bódvaszilason 4 nap, Sziget-Szentmiklóson 4 nap, Petneházán 4 nap, Fehérgyarmaton 4 nap, Nyéklátházán 4 nap, Jósvafőn 4 nap, és ha Isten megengedi, akkor egy hétvégén Békés-Szentandráson,
fogok szolgálni, evangélizálni a református gyülekezetekbe, útba meglátogatom a békési testvéreket, és talán valamikor januárban pedig Hajóson lenne 4 napos evangélizáció, ha lesz feloldás, és megengedik a személyes találkozásokat, istentiszteleteket. Jó lenne, testvérek, mindaddig, amíg az üvegtenger mellett találkozunk, még itt is találkozni ebben a földi életben, együtt lenni, örülni egymásnak, addig is az Úr áldjon és őrizzen meg titeket. Amen. Nagyon szépen köszönjük Miklós testvérünknek. Egy országot és egy várost kihagyott Miklós testvérem, azt hiszem. Észak-Írország. Nagyon szépen köszönjük a szigei szolgálatot. Nagyon szépen köszönjük Miklós testvérnek, hogy felemelte az ászlót. Egyetlen egy ige jutott eszembe 119. Zsoltár 17. verse. Jó nékem, hogy megaláztál azért, hogy megtanuljam rendelésedet. Köszönjük az igei szolgálatot. Kérem az ima közösség tagjait, hogy maradjanak. Most maradjanak. És felkérem Sipos Fizaknai Gergő testvéremet, református lelkipásztor Göd, Magyarország. Kérem a te szolgálatodat, Gergő. Nem kis feladatra kért meg engem Csaba, kicsit zavarba is vagyok tulajdonképpen. Az a, lehet hallani, ugye? Igen. Az a szolgálatom, hogy Etelkának egy csokor virágot adjuk át, vagy adjunk át Gabi, a Miklósnak pedig egy ilyen díszcsomagolásba egy könyvet, de egészen addig, ameddig ti nem jöztök Gödre, vagy mi a Hátszegre. Már gondoltam, hogy lehet, hogy én hamarabb jártam Hátszegen Miklós, mint én, mert 1989-ben voltam ott a Bradecel tábor a Krestina, akkor még pionír tábor volt. Tehát komolyra fordítva a szót, tényleg nagyon hálásak vagyunk, azt hiszem mindannyiunk nevében mondhatom, amit Isten üzent ezeken az estéken keresztül is, a hangszóródon keresztül. Egyszer mondta egy lelkipásztor testvérem, ugye szokásos a készfogás az Isten tiszteleteken, amikor akkor még messze nem volt járvány, és azt mondta, hogy lehet, hogy azt kellene tennem, hogy a szószékről lemegyek, kimegyek egy hátsó ajtón, és elmegyek, hogy ne vegyem el az élét az ige hirdetésnek. És tényleg hozzátenni nem tudok, de elvenni sem szeretnék. Tulajdonképpen, amit kaptam, akkor így ebből az órácskából minden mondathoz fűzhetnék egy-egy kommentet, de jó hírem van, már ezt az órácskát próbálom tényleg 2 percbe összefoglalni. Nagyon hálás a szívem, hogy elhangzott az, hogy szükséges nektek újonnan születnetek, tehát szükség van a megtérésre, természetesen akkor, ha valaki mennybe akar kerülni. És nagyon veszélyes trükkje, kedves testvérek, a sátánnak, hogy pontosan az, hogy szószékekről és diplomás lelkipásztoroknak az ajkáról, meg szolgálatán keresztül esetleg hangzik az, hogy hát nem kell megtérni. Hát ha nem akar valaki mennybe kerülni, akkor nem. De benne van, és ebben is azt hiszem, hogy többen vagyunk, akik lelkipásztorként ismertük fel, hogy szükségünk van az újonnan születésre, és aztán ismertük be, meg el, és megkaptuk ezt az ajándékot. 2 tusa szokott lenni, hogy van egy hívő lelkész, és azért szomorkodik, hogy nincs ébredés a gyülekezetben. Aztán van egy olyan szituáció, hogy van 1-2 hívő lélek egy gyülekezetben, és nem evidencia a megtérés, nem hívő a lelkipásztor, a gondnok, a presbiter, tehát nem evidencia ez a dolog. És kedves testvérek, ha vannak közöttetek ilyenek, akik ilyen egyedülálló lelkek vagytok abba a gyülekezetbe, ahol éltek, akkor imádkozzatok azért, hogy adjon az Úr a lelkipásztoroknak, a gondnokoknak, a presbitereknek először felismerést arra, mert egyik nagy kérdés, hogy tudja már, hogy megtérésre van szüksége, csak még nem ismerte be, vagy még nem is látja, hogy neki magának is szükség van megtérésre. És nagyon hálás a szívem, hogy itt egy ébredési kis csoportban is lehetünk
Miklósékkal, tényleg Felvidéktől Dél-Erdélyig, és imádkozzatok, kedves testvérek, azért, hogy a lelkész csendes hetek is újraindulhassanak ezen a nyáron, mert gondoljatok bele, hogyha Vég Tamás testvérünk, amikor zárta az online lelkész csendesetet, azt mondja, hogy azért merem kijelenteni, hogy nem nagyon sok, arányaiban nem nagyon sok hívő lelkipásztor van a Kárpát-medencében, és azt merem mondani, hogy én is voltam nem hívő lelkipásztor, hogy nem nagyon sok hívő lelkipásztor van a Kárpát-medencében, mert sokkal nagyobb ébredésnek kellene akkor lenni, ha ez így lenne. És testvérek, ha Isten ad ébredést a lelkipásztorokon, presbitereken előjáróknak, akkor egy sokkal nagyobb ébredés fog elindulni. Imádkozzunk azért, hogy az Úr könyörüljön rajtunk. Amen. Amen. Köszönjük szépen. És szeret, hogyha már elhangzott Vég Tamás bácsinak, lelkipásztorulnak a neve, akkor hadd köszöntsük szeretettel, hiszen itt van közöttünk. Nagyon sok szeretettel köszöntjük Tamás bácsit. Itt vagyok, itt is voltam végig feleségemmel együtt. Nagyon sok szeretettel. Isten áldását kívánjuk. Nagyon szépen üdvözöljük, nagyon szépen köszönjük Tamás bácsit. És azt kérem a kedves gyülekezettől, a virtuális gyülekezettől, hogy köszönjük meg együttesen Miklós testvérünknek ezt a háromnapos evangelizációt, és kérem, hogy énekeljük el, Jöjj, mondjunk hálaszót, 167. számú dicséretünket. Thank you.
Köszönjük szépen. Hadd kérjem meg, hogy készüljön kis Zsolt bizonyságtételével Debrecenből, én pedig addig elmondanék egy-két statisztikai adatot. Az ezen a héten az evangelizáció sorozatban, tehát tegnap előtt pénteken 229 készülékről jelentkeztek fel a testvérek. A tegnapi napon 225 készülékről jelentkeztek fel a második evangelizáció sorozat második napján, a mai napon pedig, amíg el nem kezdtek menni, addig 253 volt a legtöbb készülékről feljelentkezésünk. Egy gyors számítás szerint 12 országból voltak feljelentkezve a testvérek, Magyarország, Erdély, Felvidék, Kárpátalja, Észak-Írország, Észak-Írországból többen, Anglia, Franciaország, Írország, Németország, Skócia, Oroszország, Kanada. Áldás békesség, testvérek! Szeretettel köszöntök én is minden jelenlevőt. A mai kijelölt ige szakaszban volt egy utolsó verssor, akinek van füle, hallja meg, amit a lélek mond. Ma reggel, amikor az igét olvastam, éreztem belőle, hogy ezzel nekem ma dolgom lesz. Az ige pedig így szólt a református bibliaolvasó kalóz szerint az apostolok cselekedeteinek 6. részének versei közül a 2. verstől. Ekkor a 12, vagyis az apostolok, összehívta a tanítványok sokaságát, és ezt mondták. Nem helyes az, hogy mi az Isten igéjét elhagyjuk, és az asztalok körül szolgálunk. Testvéreink, válasszatok ki magatok közül 7 férfit, akiről jó bizonyságot tesznek, akik lélekkel és bölcsességgel teljesek, hogy őket rendeljük erre a szolgálatra. Mi pedig az imádkozás és az ige hirdetés szolgálatát végezzük. Eddig Isten írott igéje. Hogy mennyire fontos az imádság szolgálata, azt gondolom, ez a rövid ige szakasz is jól tükrözi, hiszen az apostolok is ezt a 2 szolgálatot tartották a legfontosabbnak, vagyis az igei szolgálatot és az imádságot. Itt Debrecenben is a református kollégium homlokzatára hasonlóképpen az egyik kifejezés az imádságot tükrözi. Bár latinul, de jó, hogy nekünk már magyarul a Biblia magyar fordítása szerint kellett megértenünk, mert van fülünk, és halljuk, amit a lélek mond. Amikor ma néhány órával ezelőtt felkérést kaptam Csaba testvéremtől, hogy a határokon átívelő imaközösségről tegyek bizonyságot, eszembe jutott az, hogy engem hogyan indítottak el az imádság útján. Ahogy Miklós testvérünk mondta, angyal küldött, aki átadta az üzenetet, de Isten térített. Dr. Németh Józsefnek hívták, drága gyülekezet alapító, azóta már a mennyei honban pihenő drága testvéremet, hogy megszólítson engem az imádság szolgálatára. Szinte ezzel egy időben egy másik testvérem Isten tisztelet alkalmával, amikor a közös éneklés, a gyülekezet éneklés folyt, és véget ért az Isten tisztelet, megszólított, hogy hát miért ne tennéd ezt a dicséretet, ezt a hálaadást énekszóban, a gyülekezeti kórusban. És mint tudjuk, az énekszóban elmondott imádságok duplán számítanak. Miért is? Mert lélekemelő. Mert
közelít ahhoz, amit mindannyian szeretnénk, hogy közelebb kerüljünk a mennyei atyához. Olyan jó volt megtapasztalni azt, hogy a februári közösség nem akart félbe maradni, hanem azt a lelket, ami mindannyiunkat vezet, arra vezette, hogy közös és egy akarattal maradjon együtt az a közösség, aki hálát szeretne adni a sok áldásért, amit akkor és ott kaptunk az igei üzenetekből. Azóta sem tudom felfogni, hogy amikor szombatonként magyar idő szerint 3, szigeteken 2 és Erdélyben 4 órakor összejövünk, és van egy rövid áhítat, majd imádsághoz annak a kedves megszólításnak az eszközéhez nyúlunk, amivel bár méltatlanok vagyunk, de mégis az Urat szeretnénk segítségül hívni. Olyan jó megtapasztalni, hogy nem csak egyszerű hívők, hanem sok lelkész testvérünk is bekapcsolódik ebbe az ima közösségbe. Olyan jó megtapasztalni azt, hogy amire drága testvérünk is hivatkozott, hogy gyermekeknek át kell adni azt a praktikát, azt a gyakorlatot, és nem csak az elméletet tanítani, a teóriát, hogy hogyan válik belőled jó keresztény. Élénken emlékszek Cseri Kálmán bácsi bizonyságtételére, amit a fülemmel hallottam, hogy amikor elhív bennünket az Úr, és megtapasztaljuk sok csodáját, akkor hálából szolgálunk. Én is így jártam. Drága imádkozó testvérem tegnap úgy imádkozott, hogy milyen sok kérdést tett fel Bódis Miklós testvérünk. És nagyon egyetértettem vele, hogy ezek a megszólítások mind szívig hatoltak. Az egyik kérdés ez volt, hogy meg lehet-e bízni valamivel, megbízható vagy-e. És én tegnap elmeséltem a testvéreknek, hogy az én angyalom az én édesanyám volt, aki ifjú koromban arra, hogy miért, azt nem tudom, hogy mi volt az oka, ami kiváltotta, de egyszer odafordult hozzám, és azt mondta, hogy fiam, te megbízhatatlan vagy. Hát akkor megnyílt alattam a föld. Gyakorlatilag elvesztem. Azt éreztem, hogy édesanyám sem tart megbízhatónak. Hát hova jutottam? De ő egy szelíd angyal volt, ahogy a mi jó atyánk is az, mert nem hagyott kétségek között. Tőle kaptam azóta is mindig az erőt, és ő volt az, aki térített. Ő volt az, aki kiigazította az életemet, és mindig helyes útra igyekezett terelni. Ő volt az, aki folyamatosan imádságra késztetett, mert tudta, hogy ezt a párbeszédet mindig fent kell tartani. Mert ez a párbeszéd, ez táplál mindannyiunkat, az imádság az érettünk van. Nekünk kell megszólítani az atyát, és ő válaszol. Válaszol akkor is, amikor örömünk van, és hálából szebbnél szebb kifejezésekkel tudjuk őt illetni és dicsérni. Ő a gyönyörűség, a boldogság, a jó termőfa, igazságos, örökkévaló, fejedelem, erős király, felséges úr, nagyhatalmú, pajzs, életmentő, életünket megvidámító,
segedelmet adó, kegyelmes, szegények oltalma, őrzője és jutalma. De van, mikor nem az örömünkben, hanem a bánatunkban, szomorúságunkban fordulunk hozzá. És bizony, testvérek, egy beteg ágynál, egy halálos ágynál megállni, és imádkozni az Úr imádságot. És amikor odaérünk, hogy legyen meg a te akaratod, akkor nagyon sokszor megállunk. Mert ez sokszor jelenti a drága szerettünknek az elvesztését. Mert tudjuk azt, hogy minden a javunkra van, és minden a javunkra szolgál. És tudjuk, hogyha el is veszi, és azért vagyok különösen hálás Istennek, mert megértettem, hogy az én édesanyám halála akkor 2001. február 12-én egy februári éjszakán az ige megvilágosodott bennem, hogy miért keresitek a holtat az élők között. Az egyik tenyeréből a másikba helyezte át. Kijöttünk a család négy tagja, édesapám és a másik két testvéremmel, a kettes számú belklinika előtti hideg, de mégis teli holdas éjszakában. Körbeülelkeztünk, és életem első bizonyságtétele ott hangzott el. Nem volt már akkor szomorúság a szívemben. Megértettem, hogy az imádságok révén, amikor azt imádkozom, hogy legyen meg a te akaratod, és Uram, ha nem tennéd meg, én akkor is téged dicsőítelek. Remélem, hogy ez a rövid bizonyságtétel is azt árulta el számotokra, hogy az imádságnak nagyon-nagyon fontos szerepe van az életünkben, és hogy ez a rövid imádságtétel is őt dicsőítette. Legyen így. Amen. 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 Nagyon szépen köszönjük Zsolt testvérünknek bizonyságtételét. Bátorítok és sivogatok mindenkit, hogy aki csatlakozni akar hozzánk szombatonként, az megteheti, írjon egy e-mailt az esirma@gmail.com-ra, hogy tudjuk megküldeni a belépéshez szükséges linket, és mindenkit nagyon sok szeretettel várunk és hívunk ezekre az alkalmakra is. Most pedig mielőtt a záróéneket elénekelnénk, egy különös dolgot szeretnék kérni, illetve szeretnék bevezetni egy különös dolgot, kedves testvéreim. Életünkbe verbalizálunk rengeteg sok mindent. Verbalizáljuk, tehát kimondjuk rengeteg panaszkodást, a rossz és a negatív dolgokat, amiket látunk, hallunk, tapasztalunk, netán átélünk, csalódottságot, vélt vagy valódos csalódottságról beszélve. De hadd kérdezzem meg, hogy megáldottad-e már egyszer is a melletted ülőt, a családtagodat, a szeretteret? Igen, jól halljátok, kedves testvéreim, mondtál-e már áldást a testvéredre? Hadd kérjem most sok országból egybegyűlt sereget, hogy vezessük be, hogy áldjuk meg egymást mai nap folyamán. Kérek mindenkit, hogy bátran
oldja fel a mikrofon tiltását, és mondjunk el egymásnak egy áldást. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Istennek szeretete, és a Szentléleknek közössége legyen mindnyájunkkal. Amen. Ezzel hadd kérjem, hogy zárjuk, és kérem, hogy áldjuk meg egymást. Bátran a némitást vegyük föl, vegyük ki, és áldjuk meg egymást. Az Úr Jézus kegyelme, Istennek szeretete, Szentléleknek közössége, mindnyájunkkal. Amen. 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 Csináljunk ebből szerintem egy olyat, hogy induljon útjának minden alkalommal, amikor találkozunk. A záró énekünk pedig győzelmet vettél, ó feltámadott, dicsőséggel fényes a diadalod. Magas égből szállt le angyali követ, hogy elhengerítse a nehéz követ. Győzelmet vettél, ó feltámadott, dicsőséggel fényes a diadalod. Ezzel a győzelemmel kívánok minden kedves testvérünknek, aki részt vett bármelyik evangelizációs alkalmon tegnap vagy a mai nap, kívánok koronát, kívánok erős szakító szilárdságot, kívánom, hogy legyen erős oszlop az Úristen hadseregébe, ahogy hallottuk, tengerész gyalogosokként. Nagyon szépen köszönjük, és akkor győzelmet vettél, ó feltámadott. Lord.